A magyar honvédség 2018-ban vásárolt 4 repülőgépet hivatalosan katonai célokra. A repülőket azonban főleg Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter használja, és nem csak hivatalos célokra. Volt, hogy a miniszterelnök katonai géppel ment Horvátországba üdülni, a külügyminiszter pedig a régi győri gimnáziumába ugrott el a honvédségi repülővel. Megtehetik, mert a törvények értelmében Orbán, Szijjártó és a köztársasági elnök akár családi nyaralásra is igénybe veheti a katonai repülőgépeket. Az utak költségeit viszont nemzetbiztonsági okokból titkosították 30 évre. Annyit azért elárult a Honvédelmi Minisztérium, hogy Szijjártó Péter egyik repülőútján csak az étel-italfogyasztás 5,5 millió forint volt, az internet használat pedig még plusz 7 millió. Szijjártó ezen megdöbbent, mert szerinte szalámizsemlét esznek a honvédségi repülőn, amin ki se tudja húzni magát.